Szevedik rep! Sziasztok! Ma Mátékám átmozgatsz megint egy kicsit? Pontosan, kezdünk egy laza átmozgatással, utána egy nyújtással, majd ismét itt van a kis barátunk, ezzel fogunk ma dolgozni, jó kis kombinációk lesznek, megint majd el fogom mondani, hogyha egy perces váltásban dolgozunk, ha valakinek otthon nincsen párja, illetve nincsen bokzsák, semmi probléma, árnyékbox szerűen bázisban gyakorolja a kombinációkat, és neki több ideje lesz, 2 percen keresztül nyomhatja, mivel egyedül végzi a gyakorlatokat. Remek lesz, és a végén még egy extra finomsággal is készülünk. Keményítés. Ha már muájtáról van szó, akkor nem árt picikét keményíteni. Majd mutatok pár dolgot, hogyha valakinek otthon nincsen társa, akkor legalább a combját hogy tudja keményíteni, egy picikét hozzá szoktatni a rugásoktól, illetve nem elszoktatni. Na, kezdjük is akkor bele. A szokásos félkör, szép lassan. Forgatjuk a fejet balra-jobbra. Lefeszítjük. Oldalra. Csere. Ellen tartunk, nyomjuk az állunkat a tenyerünkbe. Ez az, jöttek a vállak. Hátra. Szuper, kicsit távolabb megyünk egymástól. Karkörzés. Itt azért nem egyszerű. Igen. Másik irányba. Ellentétes karkörzés. Nekünk most kevesebb lesz a helyünk, úgyhogy a nyújtás az nem lesz annyira alapos. Azért félreértés ne essék. Ne nyújtunk mindent, hogy elkerüljük a sérüléseket, de majd a kombinációk folyamán szép lassan bemelegednek az izmok, és egyre jobban jönnek a magasabb ívű rugások, hogy elkerüljük ismételten a sérüléseket. Elől kicsit foroghat a törzs is, nyújtott kar felfelé néz. Felrehez egy csere. Alkarkörzés lefelé, befelé. Felfelé, befelé. Csukló boka. Nemet. Megmozgatni a kanapé előtt kicsikét bemerevedett testünket. Lassan átmegyünk törzskörzésbe. Kétszer balra, kétszer jobbra. Igyelni kell, hogy összefejeljünk. Vicces lenne. Hajolunk előre. Próbálunk középen maradni, és forgatni a törzset. Érezni kell, hogy a derekadnál a méhátizom, ahogy fordítod a törzset, egyre jobban nyúlik. Ráérünk a bal sarkunkra, a teli talpon, karok elő nyújtva. Mint mondtam, hogy ha otthon nincsen pár, akkor kapaszkodjunk meg a kanapénak a lábánál, nehogy magunkra ráncsuk, arra azért figyeljünk. Ha van otthon társ, akkor ilyenkor nyugodtan segíthet. Keresztbe ráfogtok, és az ellenkező irányba ráültök a sarkatokra. Arra figyelj, hogy nyújtva legyen a láb, a nyújtott láb felfelé néz. Megint átjövünk a másik oldalra, mindig súlypont áthelyezéssel dolgozunk, forgatjuk a törzsbe a csípőnket, és mindig csak addig megyünk, amíg nyújtva tudjuk tartani a lábat. Itt ilyenkor nem muszáj lerakni a könyököt. Alkar, én csak azért csinálom, hogy még jobban fokozom a nyújtás mértékét. Átjövünk a másik oldalra. Szuper, jövünk középre. Balra, jobbra, szép, lassan mintázunk. Ballához odahúzzuk magunkat, tartjuk. Jobb láb. Vissza közép. Szép lassan összezárjuk a lábunkat, hajolunk előre, térd nyújtva, próbáljuk érinteni a talajt. Hátul megfogjuk a lábunkat, odahúzzuk magunkat, tartjuk.
kilépünk egyet balra, lassan végigördülünk a csigolyánkon, feljön fel utoljára, hátra, és vissza, csípőkörzés mindkét irányba, lábkörzés, másik láb, ellenkező irányba. Térdkörzés, itt figyeljünk, ne helyezzünk súlyt a lábunkra. Jó, felrázzuk. És akkor el is kezdjük. Már itt tett fel azt a remekbe szólt kesztyűt. Én közben hozom a kis barátunkat. Régen láttam. Szépen az. Jó, elmondom közben, hogy a sámán sport mindenhova szállít országos szinten, kicsit megint nehezen megy a beszéd. Ne ijedjetek meg, két darabba kell, fogjátok megkapni, és szépen otthon kell majd összeszerelni. Országos szinten mindenhol, bármekkora méretben. Én imádom otthon ilyenkor, hogy egy kicsikét karban tartsuk magunkat, nem áll. Sajnos én nem tudom felrakni, meg a szomszédok nem is nagyon örülnének. Egy pillanat. Ez itt. Technikai szünet. Igen. Nem szedjük le innen. Nem kell ezt azért. Jó, az Zobi. Semmi baj. Majd figyelünk a láncra. Jó, de hogyha van otthon társ, aki ugyanígy tudja fogni a zsákot, akkor felakasztás nélkül szintén lehet dolgozni. Bele is kezdjük az első kombinációba. Majd mindig egy picikét fotózni fogunk a helyen. Jó, tehát egy percekben dolgozunk. Akinek, még egyszer mondom, nincsen otthon zsák, semmi probléma, bázis gyakorlatszerűen végzi a kombinációkat. Az előző adásban szerdán elmondtam egy nagyon alapos technikai edzést, mindenre kitértem. Ezek szerint, gondolom, az elhangzottak szerint próbáljátok végezni a gyakorlatokat. Nem is húzom tovább az időt, ma azért pörgősebb edzés lesz, mint a szerdai. Első kombináció, bal egyenes, jobb egyenes, balhorok, comb, vissza. Itt én egy picit lejjebb ütök, nehogy a láncot meg eltaláljam, de ti is figyeljetek, hogyha nincs otthon felakasztva a zsák. Jó, mutatom még egyszer, mint mondtam, az ököl vezeti a mozgást, csípővel fordul, palánték magasságába jön vissza a kard. Ahogy a horgot hozod vissza, erre nagyon figyelj, hogy abban a ritmusban már emeled a rugólábadat, zárod a sarkod a fenekedhez, térd vezeti a mozgást, ahogy elérte a megfelelő magasságot, ráforgatom a csípőm, ráforgatom a törzsem, és a rugólábbal megegyező karra, ha lesöpörném a combomat, jön szépen mély tartásba, törzsből válból nem tartok ellen, mindent forgatok a rugás irányába, maradunk középen, így fogod szépen a legjobb lendületet adni az egésznek. Jó, ha már Bálint fogod a zsákot, akkor én el is kezdem az egy perceket, nyertél egy kis pihenőidőt. Felkészülünk, 3, 2, 1, és rajta szépen fokozni fogom a tempót, ne vigyétek túlzásba, csak szép lazán, figyelve az ütőtávra, törzsből nem megyünk előre. Figyeljetek a tartó láb forgatására. Ebből dolgozom, kis lépés lábunkkal, felkarkönyök vissza bordánkhoz, és magasan állok. Jó, ez még egy bemelegítő kombináció, csak hogy tágítsuk a kapillárisokat, a hajszálereket, nem kell meghúzni, melegedjenek az izmok. Szépen visszazárunk minden felhez, csípővel fordulunk. És még az első egy percet nem fogjuk meghajtani, mert mint mondtam, melegítés. Figyelsz arra, hogy nem jutott teljesen a karokat, nem dőlsz előre törzsből. És jó, csere! Bal jó. Bal egyenes, jobb egyenes, bal horog, és egy comb, lazán, nem kell kapkodni. És hajrá! Lazán a rugást is, csak tegyük oda, úgy-úgy. Forog a tartó láb. Azaz, ilyenkor lehet segíteni a társnak, jó mondom, segíteni a technikát, segíteni az ő fejlődését, hogyha ott vagy mellette és látod, hogy leveszi a karját, hopp, mint ott most Bálint, akkor oda lehet ütni jelzés jelleggel. Keverjetek le egy biztetet.
hogy érezze a törődést, illetve ha kinyílik testből, jobban a testnél, akkor ott lehet elérni, kicsit hátrébb jövök. Mehet. Nagyon jó. 15 másodperc. Felkarcsoljuk kordánál, még forgaljuk, tehát figyeljetek a jobb egyenesnél csípő váltörzs forgatására, bal egyenesnél nem fordulatartó láb, úgy, hajrá, hajrá, és így jó, szuper, megyünk is tovább. Feladat a következő lesz, bal egyenes, jobb egyenes, belső comb védése. Belső comb védésénél figyelsz arra, hogy az előlévő láb a hátulévővel jön egy vonalba. Sípcsontunk kijebb van mindig, mint a térd. Ha zárod a lábod egy combrugás védésénél, és elég erős az érkező rugás, a tartólábbal együtt fogják elkaszálni. És nagyon fontos még a térdnek a megfelelő magasságba emelése. Húzd fel, és beletartok. Egyenes, egyenes, belső comb védése, egyenes, forog, térd, és kilépek hátra. Egyenes, egyenes. Belső comb védése egyenes. Ahogy megvolt a belső combnak a védése, valamit kérdezett, ez olyan, mint egy beszélgetés. Válasz, kérdés, válasz. Ahogy megvolt a belső comb, én válaszolok egy jobb egyenesre, húzom vissza a jobbkart. Nagyon fontos a jobb egyenesnél, illetve a horgoknál, hogy a fej mindig előre néz. Laza vállal, forog, bocsánat, már az előző volt bennem, térd vissza, egyenes, egyenes, belső, egyenes, forog, térd. Ha valaki túl messze van, nyugodtan lépjen rá, ami fontos, hogy hátra lépek ki. A térdesnél zárom a lábszáramat a fenekemhez. Felkészülünk, 2, 1, rajta, egyenes, egyenes, belső, egyenes, forog, térd, vissza, egyenes, egyenes, belső, egyenes, forog, térd, vissza, néha én is rálépek, egyenes, egyenes, belső, egyenes, forog, térd, visszavázis, egyenes, egyenes, belső, egyenes, forog, térd, visszavázis, egyenes, egyenes, belső, egyenes, forog, térd, vissza, maradjunk középen, ne lőjünk előre. Hoppá, bocsánat, próbálok arra is figyelni, hogy mi legyen a következő mondatom, a lehető legegyértelműbben adjam át a tudást. Szűk kar, és mi az a hiba, amire még figyeljetek, hogy ne kövessétek el. Egyenes, egyenes, belső, egyenes, forog, térd. Egyenes, egyenes, belső, egyenes, forog, térd. Hajrá, hajrá, kicsit meghajtjuk. Na, még egy belefér. Pam, 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 pam. Visszavázis, és csere. És hajrá! Belső comb védése, jobb egyenes, bal horog, jobb térd. Figyeljünk a bázisra, hogy ne essünk előre. Ahonnan indult a láb, szinte ugyanoda érkezik vissza. Azaz. Próbáljátok pattintani a térdet. Most bármit figyelj arra, hogy az előlévő lábad jobban jöjjön a hátulévővel egy vonalba. Ha nem húzod elég, nem, a térd vezeti a mozgást. A térdednek ide el kell jönnie. Ha nem jön el, akkor bármi belső részét, illetve a sícson belső részét fogja az erőhatás érni, és nagyon könnyen fog sérülni. Azaz, nem esik a végén a kar. Egyenes, forog, térd. Úgy, úgy, fönt tartjuk magasan. Blokk, egyenes, forog, térd. Nagyon szuper. Hagyjuk meg egy picikét. Egyenes, forog, térd. Azaz. Pam, pam, blokk, egyenes, forog, térd. Na, még egy belefér. Pam, pam, blokk. Egyenes, forog, térd, nagyon szuper. Menjünk is tovább. Következő feladat. Picikét varázsolunk. Szuper lesz. Nekem az egyik kedvenc kombinációm. Jobb egyenes. Bal horog. Jobb comb. Forduló rugás. Nyilván most nem fogom erősen megrugni. Meg nem ugrásból. Nehogy, mert a tatami azért eléggé csúszkál, ti is otthon figyeljetek rá. Nehogy lerúgjátok a tévét. Szóval, jobb egyenes. Direkt azért kezdtem most hátul lévők arra, hogy kiszökkentsem az ellenfelemet a ritmusból, illetve hogy csak súlypont áthelyezéssel, oldalváltással tudjam egyből indítani a következő támadást. Sokkal folyamatosabb, sokkal hatékonyabb lesz a támadásotok. Jobb egyenes. Bal horog.
jobb comb, fordulórugás, itt ahogy rakom le a jobb lábom, zárom vissza a jobb kart fejhez. Mindig érkezzetek vissza kiinduló helyzetbe. Húzom jobbra az előlévő lábat. Fordulórugásnál nagyon fontos, hogy csak oldalirányba történik mozgás, hátrafelé nem. Nem távolodsz el az ellenféltől. Ha túl messze jössz, egyértelműen nem fogod elérni. Jó? Oldalra csúsztatod egy picikét. És ami nagyon fontos, minden támadásnál, minden fordulóütésnél, rugásnál a fej vezeti a mozgást. Forgatom a fejem, és nézek át a vállam fele. És itt jön egy karttartás csere, az egyedüli rugás, aminél keresztezem a kart. És ahogy nézek át a vállam fele, hogy megőrizzem a középponti tengelyt, csak forogsz a tengelyed körül, egy ritmusban húzod fel a jobb lábad, és hátra rúgsz, mint a csacsi. Egyenes, horog, comb, fordulsz, rúgsz. És megint megy, pici lépés lábmunka előre, hátra hozzuk a súlypontunkat. Egyenes, horog, comb, fordulsz, rúgsz. Jó? Egy perc, készüljünk fel, itt is szépen fokozni fogom a tempót. Rajta! Pam, porog, comb, fordulsz, rúgsz. Egyenes, porog, comb, fordulsz, rúgsz. Egyenes, porog, comb, fordulsz, rúgsz. Egyenes, porog, comb, fordulsz, rúgsz. Jobb, bal, jobb, bal. Vissza bázis. Jobb, bal, jobb, fordulsz, rúgsz. Wom, 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 fordulsz, rúgsz. Pam, pam, fordulsz, rúgsz. Egyenes, forog, wom, fergőrugás. Egyenes, forog, wom, fergő. Egyenes, forog, wom, fergő, fergő, fergő. Pam, pam, pam. Hajrá, hajrá, erre még nem szépültök. És jó. Jó több. Nem? Jobb egyenes. Balhorog. Jobb comb. Fordulunk. És nézzük, hogy hova rúgunk. Természetesen. Én hobbit vagyok, kisebb helyen is elférek. Ez az. Az ekkora harci trollokat már nehezebb. És rajta, indul az egy perc. Figyeljünk a karttartás cserére. Jobb egyenes balhorog, comb, visszazárjuk a jobb kart, és ott van egy karttartás csere. Egyenes, horog, comb. Úgy, hogy nézd, tessék átnézni a vállad felett, ne próbálj kitölni a tengelyedből. Forogsz körülötte, ez az, ami nagyon fontos, hogy mindig csak forogsz a tengely körül, nem dőlsz ki oldalra, nem dőlsz előre, hátra, sehol. Menni fog Bálint. Comb és a rugás, azaz lazán, ne próbáljátok rágörcsölni, ha nagyon nem megy egy kombináció, kicsit rász fel, várj egy pár másodpercet, és utána kezd el előről. Egyenes, forog, comb, minél jobban görcsölsz, annál nehezebb lesz, figyeljünk a karttartás cserére. Kicsit húzzuk meg, hajrá, ne dőj előre, úgy, nagyon jó, na még egyet, belefér még egy, és szuper, nagyon remek, na levehetjük a kesztyűt Bálintom, jó, sose jó hír, de hogy nem remek lesz, a legutóbb, mikor itt voltál, igen, akkor medicinlabda nélkül végeztük a felülést, most medicinlabdával fogjuk. Ha otthon nincsen zsák, nincsen társ, semmi gond, egy kicsit még beljebb rakom, nehogy a téli járványba. Az nem kell. De ezeken nem kell? Nem, itt van, az csak 2 kilós, ez 5 kilós. Ah. Ha otthon nincsen kéznél medicinlabda, és nincsen kéznél zsák, semmi baj. Ugyanígy a kanapé aljába óvatosan beakasztod a lábadat, és fogsz egy nagyobb lexikont. Arra fogunk rá, legalább az alkad és a szorításod is erősödni fog. Szépen, ahogy jövünk hátra, fej mögött, és átdobom. Ő is hátra dől, azaz, és utána jövök a másik irányba. Jó, váltsuk az irányt. Egyszer egyik irányba, egyszer másik irányba felülés. Ja, és bocsánat,
akkor is végezzük a felülést, akkor csak egy felülés jön szépen középre, mikor ő végzi ugyanúgy a gyakorlatot, mikor nála van a labda. Jó? Egy perc, készüljünk fel! Kettő, egy, és rajta! Figyelni kell mindenre. Szó szerint érezni kell a teret. Lelkesen, mosolyogva. Jó tarkóhoz hozzuk le. Engedjük le. Már csak 10 másodperc. Kicsit meghajtjuk. Hajrá, hajrá! És jó! Szuper! Kicsit előrébb görgetjük a zsákot. Ha jól bemelegedett a has, akkor jöhet egy 1 perces hegymászó. Mert az mindig jó. Jaj, igen, én elférek. Már ezt nem is. Felkészülünk, másod fekvőtámasz. Egyszerre csak egy láb van a talajon. És rajta, ezt már nem is ragazom tovább. Úgy is tudjátok. Szinte minden edzésem van. Há, úgy, hogy mosolyogva, nagy vigyor. Örüljünk, hogy mozoghatunk. Megint csak mondom, hogy nem tudom, hol járunk. Ez a legjobb. Ez a mentális terror része az edzésnek. Bocsánat, nem terror. Tréning. Terror. Nem élvezem el. Hajrá! Tényleg nem tudom, hogy tartani. Lassan vége van. Hopp, hopp. Ne meg! Ne meg! És jó! Most megálltunk! Lehet inni egy kortyot! Good job! Kihát? Kis ivószünet! Nagyon jó! Jön a zsák, vissza a kesztyű, nincs zsák. Jó, hogy van energiád. Neked még? Még. Na. Igen. Tehát a következő lesz. Bal egyenes. Jobb felütés. Mint mondtam a múltkor is felütésnél, válból indítom. Itt is, itt most kivételesen a vállal kezdem meg a forgatást. Behozom szinte középre egy vonalba a fejemmel a vállamat, és utána indítom a felütést. Itt is ügyelek arra, hogy nem nyújtom teljesen akart. És látjátok, terhelem a jobb lábam, csípő, váll fordul. Ezzel növelem az ütőtávom, valamint zárom a szögeket. Bal egyenes. Jobb felütés. Külső comb védése, és csak dobbantuk egyet. Nem nagy haránycögveléssel dolgozom. Blokk. És egy bal test. Szűken oda pattintom a testsugást. Egyenes. Felüt. Blokk. Test. Közel maradtam. Ha innen látom, hogy megy az ellenfél, akár egy könyökkel be is tudom fejezni, vagy egy felütéssel a mérkőzést. Na szóval. Bal egyenes, jobb felüt, blokk, és itt maradok fönn középen, jó? Készüljünk fel, pillanat, kettő, egy, rajta, egyenes, felüt, blokk, test, egyenes, felüt, blokk, test, egyenes,
felüt, blokk, test. Egyenes, felüt, blokk, test. Látjátok, nem rúgom nagyon magasra a testugást, pont hogy a könyök alatt férjen be. Csípő fölött, lengőbordára. 20 másodperc. Itt is figyelsz arra, hogy a kiemelésnél sípcsont figyelj, mint a férj, és magasan, mert ő vagy férben, nem csak csípő magasság húzod, hanem egy kicsit fölé. Na még egy! Szuper! Cseret! Szóval, még egyszer. Bal egyenes. Jobb felütés, külső combvédése. Kattint, nagyon hátra vitted a lábad. Nézzétek! Blokk! És szinte ugyanoda rakom vissza, csak lendületet veszek. Szintkönyökkel. Nem kell olyan magasra, mert ilyen magas a csapódod. Még mehet lejjebb. Ide. Pont a sárán feliratra. És rajta. Blokk. Maradjunk középen. Ne vigyük annyira hátra. Lendületet veszünk. Hopp. Megint nagyon hátra vittük. Menni fog. Sokkal letisztultabb mozgás kell ez a technikához. Ha nagyon hátra viszel, nyilván túl nagy a táv, sokkal több időbe fog telni a lábnak, mire odaér a rugás. És az ellenfél ebből adóan sokkal felkészültebb nem fogja tudni fogadni. A visszaérkezésre figyeljünk, ne zárjuk a sarkat, figyeljünk a bázisra. Na még 20 másodperc, hajrá! Azaz, mehet egy picit lejjebb. Szűkönyök. Ilyenkor lehet jönni segíteni. Hoppaz, már le is fél. Ezekre figyelünk. Azaz, ilyenkor érdemes javítani a másikat, mert aki küzd, ilyenkor jobban észre fogja venni, hogy hol van az ellenfélen hiba, hogy mondom a védekezésén, hol van rés, hol tud eredményesen támadni. És jó, szuper! Jó lesz ez. Menjünk tovább. Szép volt. Pontos a pozitív visszajelzés. Legyen sikerélmény. Azt jó volt elmondani, hogy 4 hónapja? Kezdtem? 4 hónapja. Durva, 4 vagy 5 hónapja. Úgyhogy csak ajánlani tudom, hogy aki szeretne Muay-t lájkozni, az Csebők Máté, érkezzen meg. Köszönöm, uram. Köszönöm, hogy segíthettem. Na, halál itt vagyunk. Jöjjön egy kis könnyebb technika. Mert Muay táj. Bal egyenes. Visszazárom a kart, és ahogy zárom vissza a kart, belépek előre. Mintha a fülem mögé tűrném a hajam, könyök, és innen szépen fentről, figyelve a láncra, fentről húzok le egy könyököst, és kilépek hátra. Egyenes. Itt nagyon fontos a ritmus. Az egyenesen készítem elő magát a könyököst. Nem majd, hogyha a fedezéken csattan. Viszont utána egyből belépek. Könyök, és fentről veszem ki oldalra a könyököm, és egyúttal terhelem a csípőm, vállam, törzsem, jobb lábam. És maradok, középen ráforgatok mindent. És kilépek hátra. Egyenes, könyök, kilépek hátra. Nagyon fontos a könyöknél is, hogy a válfordítással fogod tudni növelni az ütőtávot, nem kell annyira rálépni a másikhoz, illetve akkor nem az lesz, hogy alkarral találod el, hanem tényleg könyökös lesz a könyökös. A másik nagyon fontos dolog, hogy a fejedet ne forgass, a fejedben mindig nézel előre. Amint a könyökösnél forgatod a fejedet is, kinyílsz. Nem fogod látni, honnan jön a támadás, pont mire visszafordítod a fejed, egy kontratámadás fog érkezni, vagy jobb esetben, rosszabb esetben jön egy kontra könyökös, és akkor meg időcseresz fel fogja, hogy mi történt, hanem egyből lehotják a villany. Na szóval, egyenes, könyök, kilépek hátra. 1 perc, 2, 1, és rajta, egyenes, könyök, kilépek hátra. Egyenes, könyök, kilépek hátra. Egyenes, könyök, kilépek hátra. Vissza.
Nincs elég felület, ami tompítaná a beérkező jövő könyökös erejét. Na! Szóval, vegyük át megint, bal egyenes! Ahogy veszem, visszalépek előre bal lábbal, és húzom utána a jobb lábbal. És onnan fentről. És itt a hiba, forog. Maradjunk középen, ez az, így. Ledőjük ki oldalra. Még egyszer, egyenes. Visszavesszük, könyök. Nagyon szuper. És mehet, rajta! Fontos a válfordítás. Az egyenes utáni könyöknél, mintha a füle mögé tűnik a hajam. Hát igen, bárintnak. Most nincs sok. Most se. Az a szűk arra felkar könyök, jöjjön vissza borrához. Csinálj csak, ne is foglalkozz velem. Hajrá! Nagyon jó. Gyere, még 20 másodperc. Azaz. Szuper. Dolgozzatok, ráálljatok meg. Lehet javítani a társatokat. 2, 1. Jó. Szuper. Remek. Megyünk is tovább. Feladat a következő lesz. Jó? Kicsit fordítok. Szuper! Na! Feladat a következő. Újabb kombináció lesz. Bal egyenes. Jobb horog. Lekever még egy füles. Nagyon fontos a horognál, hogy nem nyitom túlságosan a kart. Nem emelem ki a fejemet. És itt is, mint a könyökre, nem forgatom. Hanem, mintha lekever még egy füles. Csak épp ökölve. Befeszül a biceps, nagyobb lesz a becsapódási erő, az ellenfelednek rosszabb lesz, neked jobb, mert nem fog sérülni úgy az üveg, az új percek. Jó, szóval, bal egyenes, forog, és fordulunk, egy tök egyszerű kombináció. Egyenes, megütöm a borgot is, láttam, hogy megfogtam az ellenfelemet, ha csak fedezéken keresztül is, de látom egy pillanatra a tekintetén, hogy megfogtam. Egyből lépek tovább jobb lábbal balra, és itt is, mint a fordulórugásnál, nézek át a vállam felett, és behúzom a forduló könyököst. És fordulok is tovább. Jó, itt nyilván szituáció függ a forgás. Forghatok tovább is, de vissza is forghatok ugyanazon az íven, amint tovább mentél. Attól függ, hogy az éppen ellenfél éppen mennyire hátrált el, illetve mennyire vagytok a köteleknél, mennyire vagytok a innek a sarkában. Na még egyszer, forog! Már bocsánat, egyenes, forog, lépek tovább, könyök, vissza, indítom is az egy percet, felkészülünk, 2, 1, és rajta, egyenes, forog, lépek tovább, fordulok, vissza, bázis, egyenes, forog, lépek tovább, fordulsz, vissza, bázis, egyenes, forog, könyök, vissza, nézz át a vállad felett, forgasd a tekinteted. És vissza! Vissza! Vissza bázis! És vissza lépni! Vissza! Vissza! Figyelsz a súlypontodra! Én is elveszettem az egyensúlyom majdnem. Figyeljetek a távra. És vissza. Megyünk tovább.
Hajrá várunk! Csere! Kettő! Ja, bocsánat, tegyük át még egyszer! Bal egyenes! Jobb barom! És fordul tovább! Jó, itt próbálj egy kicsit jobban rogyasztani! Nekünk muszáj, amúgy szinteni különbség nincsen, végig egy szinten dolgozunk. És hajrá! Még lazán mérjük be a távot. Rögzítsük a technikát. Minél szabályosabban. Egy új technikánál soha ne kapkodjatok, illetve bármi technikánál. Mindig az elején lazán. Memorizálja az izom is a mozgást. Legyen minél jobban reflexzerű a mozdulat. Utána lehet növelni mind az erőt, mind a dinamikát, mind pedig a gyorsaságot. Ez az. Próbálj kicsit folyamatosabban, kevesebb erővel. Pam 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 pam. Mint egy tánc, ennek is megvan a maga ritmusa. Hajrá, hajrá. Kicsit távolabbról. Bálinnak sokkal hosszabb karja van, nem kell ennyire rágyítni a zsákra. Még mindig egy kicsit mehetsz távolabb. Lehet segíteni a társat mindenféle technikai javaslattal, hogy hova rakja a kezét, zárja vissza a kart, ne ejtse le a végén, figyeljen az alapállásra, ne lőjön előre, és ezt még tudnám sorolni. És jó, szuper! Következő kombináció. Nem pihenünk. Csapatjuk. Következő lesz. Bal eltart, jobb eltart, kiugrom hátra, és egy fél. Ezzel feltartom az ellenfelemet. Eltartót általában akkor rúgunk, hogyha már látom, hogy nagyon meg van fogva, és megpróbálom még jobban beterelni a ringbe, jobban a ringnek a sarkába, illetve a kötelekhez. Vagy akkor, mikor éppen megelőzöm az ő támadását, azért is hívják eltartónak vagy feltartónak. Megindul felém, én gyorsan felhúzom a lábam, és odaszúrok egyet. Ha már látom, hogy nagyon meg van fogva, akkor rálépek jobb lábbal, és sokkal erősebb lesz a rugás. De mi most azt fogjuk gyakorolni, hogy előkészítés, belépés nélkül hogyan kell végrehajtani egy eltartót. Egy perc lesz váltott lábbal, ami nagyon fontos ennél a gyakorlatnál, hogy húzom fel a térben, és tolom bele a csípőt. Jó? Csak emelem a lábam, szinte ugyanoda érkeznek vissza a lábaim, maradok középen, és mindig egy picit azt a kart tartom el, amelyik lábbal dolgozom. Készüljünk fel! 3, 2, 1, pusd ki, toló, és visszazárom a lábszárom. Itt is a tér vezeti a mozgást, ahogy a tér elérte a megfelelő magasságot, kicsapom a lábszárom és visszazárom, úgy rakom le. Ha nyújtott lábbal, csak lecsapod a rugásnak a végét, alá fognak nyúlni, és a tartólábat már ki is fogják húzni. Kiskoromban velem is sokat csinálták, meg ha megyünk sparringokra, ami már nagyon hiányzik, akkor néha én is földre kerülök. Ilyen a bunyó, de fel kell állni, úgyhogy tartsunk ki, és végezzük otthon az edzéseket. Már csak 20 másodperc. Lehet kicsit fokozni a tempót, nem kell az erőre rámenni, pláne azoknak, akiknek otthon nincs társ, és csak fel van függesztve a zsák, nehogy lerúgjátok. Tolom be a csípőm, kicsit emelem a tapárnám, szúrok, feszítem hátra a lábújaimat, és jó, cseh. Ugyanígy. Felkészülünk, 2, 1, rajta! Aki egyedül van otthon, mivel nekik jön a második kör. Vagy ilyenkor, ha már nagyon fáradtok és úgy érzitek, hogy a technika rovására megy, a gyakorlat végzése, akkor semmi más nincs, mint váltasz egy egyperces alkartámaszra, lovagló állásra, lebegőzésre, ezeket mind végigvettük már többi edzésen, válasz ki magadnak egy szimpatikus gyakorlatot, és végezd azt. Szűkölök, maradunk középen. Megvan a fele. Zárjuk vissza a lábszárat. Szűkarra, szűkölök. Úgy. Hajjá, még van helyed. Azaz. Utolsó 10 másodpercen belül gyerünk. 3,
kettő, szűk könyök, maradunk középen, ez az, na még egy jobb, na még egy bal. Jó, szuper. Remek volt. Ígyunk egy kortyot. Mennyi jó ideje nem hidratáltunk, ami fontos. Mármint maga a hidratáció. Jó, szuper. Megnézem, hogy állunk az idővel. Zseniális. Elérkeztünk a keményítéshez. Majd a keményítés végén, sőt, mivel ilyen magas a pulzus, ezt rakjuk vissza. Kesztyű marad? Nem kell a kesztyű. Súlyan lesz egy az a 3 perces lengyelbox. Egy pillanatra megzavarok itt a zsákkal, hogy hova is rakjuk, de itt lesz a legjobb helyen, ha megállnak. Jó lesz. Na! Tessék, úgy buci. Menj a szemet színéhez. Szép szemet színéhez. Jó? Akkor feladat a következő lesz. 3 perc lengyelbox, és utána jön a keményítés. Felkészülünk 2, 1, és hajrá! Forgassuk rá a karokat, figyelj arra, hogy nehogy összeüsd a kezed, nehogy megüsd magad. Fontos a felkar könyöknek a visszahozatala a testedhez, zárd a szögeket, hop-hop, óvatosan. Figyeljetek magatokra, otthon nincsen súly, de legalább van egy boxkesztyű, akkor abban végeznétek a lengyelboxot, illetve ha van otthon 2,5 literes palack, akkor töltsétek meg vízzel, és azzal végezd a gyakorlatot. Piciket taposunk, előre néznek a lábak, nem kell magasra emelni, épp hogy emeld el. Ellentétes kar, ellentétes láb dolgozik. És hajrá! Nyújtsd a kar, forgassd rá! Szép hosszan! Dolgozunk, dolgozunk! Gyerünk, gyerünk, állj meg! Hajrá! Forogjanak a karok, nyújtsuk! Fejmagasságban megy ki a kéz, fejmagasságban jön vissza, ne rakjuk az ütésbe ívet! Gyerünk, gyerünk! Hajrá, hajrá! Már nekem sem őszinte a mosolyom a 2 kilóssal. Mállj meg! Úgy, gyerünk, gyerünk! Hajrá, hajrá! Próbálok itt mindenkit motiválni. Igazából magammal is azt csinálom. Úgy, nyújtott már felfelé. Na.
Mindenképp indítés előtt, de most eléggé dolgoztak a borda közt ízmok, meg azért ma már hasasztunk, így felülést most nem kell csinálni, de lábra azért nem melegítettünk eleget, úgyhogy olyan 30 guggolás azon a módszerrel, amit már mutattam, emeljük a sarkunkat, mikor guggolunk bele, csípőt billentjük felfelé, tarkóra tartás, egyenes a törzs, és végig előre néznek a lábak. Itt ki is lépett hátra, pont ez az, ezt fogja erősíteni. Érted a bokád? Na jó. Akkor csak tizet, ha valaki érzi a lábát, akkor egy perces lovaglóállással készüljön rá a melegítésre, jól mondva a keményítésre, azzal kicsikét tágítjuk a kapillárisokat, így nem az lesz, hogyha megrúgod a másikat, akkor egyből pattannak el a hajszálerek, hanem már be van melegedve az izom, be vannak melegedve a hajszálerek, kitágultak. Ja, és nem mondom, ismétlés számot elég lesz 20, én is itt közben magyaráztam, én sem tudom már, hogy mennyire tartok, de biztos megvan. Keményítés! Ezt a részt rúgjuk térd felett, ne legyen túl magas a rugás, ne rúg szét a társadnak a forgóját. Ne legyen túl mélyen, figyeljünk a térdizületre. Mikor érkezik a combrugás, ráterhelek az adott lábra. Ez azért fontos, hogy az antagonista izmok is befeszüljenek, sokkal keményebb lesz a lábad, ha kap egy terhelést. Befeszülnek még jobban az izmok. De nem így várom a rugást, hanem jön a combos, vazzák az izmok, jön a combos, és ráterhelek. Lejjebb. Úgy, és ne dőljünk hátra. Felváltva, 20, én fogok számolni. Igen. Felváltva rugunk. Jó? Akinek nincs párja, mikor guggol bele, lovaglóállás, mifelé néznek a lába. Guggolsz bele, kéztőcsonttal. Jó? Ahogy guggolunk bele, jön le a súlypont és rávágok egyet, belső-külső egyaránt. Ezt is körülbelül egy percig tudjátok végezni. Ami nagyon fontos itt a keményítésnél is, hogy ne csak egy pontot célozzunk, az meccsen. Sparringon nyugodtan mehet, hogy rámész egy pontra, és oda próbálsz folyamatosan célozni. Itt most pont a keményítés része a lényeg, hogy az egész lábunkat keményítjük. És óvatosan, nem az a cél, hogy lerúgjuk a másikat, hanem hogy kibírja a 20 jobb, 20 bal combrugást. Ha sérült az izom, mert ez látszani fog, egyrészt érezni fogod a lépcsőzésnél, másrészt látható jelei is lesznek, hogy elpattanak a hajszálerek és véraláfutásos lesz. Nagyon fontos, hogy igyál sok folyadékot, polcolt fel, és tessék gyulladás csökkentő izomlazító krémmel kenni. Jó? Nagyjából ennyi, mindent elmondtam. Gyakoroljuk az alpállást, előlévő láb gumónál, hátulévő lábbal egy vonalba, hátulévő előlévővel egy vonalba, és hozzuk le azt a kart, amelyik lábbal éppen dolgozunk. Jó, kezdem! Egy, lejjebb, kettő, újjúj, három, sípcsonttal, lábszer alsó egyharmadával próbál dolgozni, lábfej lefeszít, majd mutatok egy-két olyan rugást is, mikor a lábfejet nem feszítjük be, mindjárt. Ha jól számolok, akkor ez lesz a tizedik. Egy, nem, kettő, nem baj, három, négy, ez a finom frontális, öt, hat, és az ugrócs, hét, nyolc, kilenc, várjunk, ha szépen torzul a feje, ez az, húsz, még egyet nekem, azaz, mehet erősebben is. Fönn a kéz, lábtartás csere, és egy, kettő, három, négy, öt, oké, hat, néha elszalad velem való, hét, nyolc, kilenc, azaz, tíz, figyeljetek a bázis alapállása, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hoppácska, elszakott a fiú, nyeld a könnyét. Kemény vagy, harcos vagy. Jó. Szép volt. Na. Ezt általában a következőt lehet úgy is, hogy összekapaszkodunk. Most nyilván azért próbáljuk kerülni, legalábbis minimális kontaktusban lenni. Betűrjük a pólót, csípőcsont fölé.
és tarkóra tartás lesz. Hogy jövök megint, mint mondtam, ez egy remek kis dolog. Két tanítvány van, mindig elmondom. Aki azt mondja, hogy ennélkül már nem is edzés az edzés, illetve az, aki soha többet nem fog. Én nem ezzem nélkül soha. Edzeni. Futáshoz, bármihez fel lehet venni. Nyilván otthon tévénézéshez, ahhoz kevés. Na, hogy szánkon kifújjuk a levegőt, gyomorlégzés. Mintha egy S betűt mondanál, kipréselsz ezt a fogaid között, és semmi levegő nem marad bent a tüdőben, jó? Amint egy pici levegő is bent marad, akkor az azonnal szorul be, megölcsönnek a rekeszizmok, annál rosszabb lesz. Nagyon óvatosan, még egyszer elmondom, testcsugás lesz, keményítünk, felváltva fogunk itt is dolgozni, nehogy elrúgd a csípőcsontot, a nadrággal tudod jelölni, hogy mi legyen az a magasság, illetve ami nagyon fontos, hogy nem merre, nem a hónalat keményítjük, ezt a részt próbálod keményíteni. Jó, és kicsapjuk a lábszárunkat. Felváltva fogunk dolgozni, egyszer a társ, egyszer pedig te. Felkészülsz, 20, 1, 2, meg lejjön, 3, 4, 5, hoppá, 6, 7, 8, 9, 10, már csak 10, 1, 2, azaz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és 10. Gyere, rúg meg! Ez az! Láttartás cserep! Azt mondjuk el, hogy ezt még sok esélyen. De látom, hogy jól élvezik. Jó, itt is fennmaradunk szűken. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, egy, kettő, három, négy, öt. Itt láttátok a testsugárt, mert kicsit magasabbra emeltem, bele toltam a csípőmet, előre hoztam az egész súlypontomat. Köszönöm, Bájén! Szuper volt! Levezetünk! Lenyújtunk! Ez volt mára! Ez az a technikás, keményítő edzés. A végén szereted. Imádom, egy kis tájt ladalosz. Átmozgatjuk a zsírsejteket ököllel, sícsonttal, könyökkel, bármivel, télvel. És keményedünk a bunyóra, illetve a harcosok, ne fújjatok el. Fontos a keményítés, fontos a szinten tartás, annál rosszabb lesz, én is már érzem, nekem is nagyon hiányoznak az edzések, de muszáj nyomni, meg nyilván itthonról az ember egész mások dolgozik. Hajolunk előre. Lassan forog a törzs. Kifordulunk szépen balra. Csinálj csak! Hátul lévől áll nyújtva. Visszaforgatjuk együtt a csípőt. Átjövünk megint a másik oldalra. Visszaforgatjuk együtt a csípőt. Átjövünk megint a másik oldalra. Rájövünk a sarkunkra, teli talpon, karok elől nyújtva. Nagyon jó. Csere!
szuper, nyújtjuk a lábakat, hajolunk előre. Bal láb. Jobb láb. És feljövünk szépen zártállásba, hajolunk előre, térd nyújtva, próbáljuk érinteni a talajt. Hátul megfogjuk a lábunkat, oda húzzuk magunkat, tartjuk. Kilépünk egyet balra, lassan végigördünk a csigolyánkon, feljövünk fel utoljára, hátra. Vissza. Csípőkörzés. Térd. Ne helyezzetek súlyt a lábra, csak rátámasztunk. Jó. Köszönjük szépen a figyelmet, jövő hét szerdán, ugyanígy este 7-kor találkozunk. Szállandik rá, sziasztok! Sziasztok.